Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Február 13-a van Linda névnapja. Műsorunk elején lássuk, melyek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Az illegális bevándorlók okozta vajdasági helyzet is szóba került a biztonsági tanács mai ülésén. Nem adják fel a reményt a török-szír földrengés túlélői után kutató mentőegységek. Ismét teljes pompájában tündököl az adai Szent Háromság templom. A vártnál jobb évet zártak a méhészek 2022-ben. A biztonsági szolgálatok koordinációs testületének ülésén, amelyen a szerb államfő is jelen volt, megvitatták az aktuális koszovói biztonsági helyzetet. Szóba kerültek az ukrajnai válságnak a Szerbiára gyakorolt hatásai és kihívásai, valamint az ország biztonságát állandó jelleggel fenyegető illegális bevándorlók okozta állapotok, különösen Vajdaság északi részén. Az ülést Ivica Dačić, a Nemzetbiztonsági Tanács titkára vezette. A találkozón arra következtetésre jutottak, hogy az ország biztonságát fenyegető számos kihívás és fenyegetés ellenére a biztonsági helyzet Szerbiában stabil, és minden biztonsági szolgálat aktívan dolgozik a szerbiai és a régió békéjét és stabilitását, valamint polgárainkat fenyegető biztonsági kockázatok kiküszöbölésén. Nyolc nap után sem adják fel a reményt a török-szír földrengés túlélői utánkutató mentőegységek. 183 óra elteltével egy 10 éves kislányt sikerült kimenekíteni a romok alól Törökországban. A múlt hétfőn hajnalban bekövetkezett a Richter skála szerinti 7,8 erősségű földrengés halálos áldozatainak száma már meghaladta a 40 ezret is. A törökországi földrengés túlélői után kutató magyar mentőegységet szállító katonai gép nem sokkal vasárnap éjfél után szállt le Budapesten a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A Hunor mentőcsapat 17 túlélőt, köztük 3 gyermeket mentett ki, és 29 holttestet emelt ki a romok alól a földrengés sújtotta országban. Az 55 tagú magyar egységben tűzoltók, katonaorvosok és a mentőszolgálat munkatársai is dolgoztak a kárterületen. A romok alól még a katasztrófa utáni 8. napon is kerülnek elő túlélők. Egy 40-es éveiben járó nőt 175 óra után sikerült kimenteniük a túlélők utánkutatóknak. A szerb mentőegységek tagjai továbbra is a helyszínen tartózkodnak és részt vesznek a mentőakciókban. Törökországnak egyébként több mint 100 ország segít. A mentést nehezíti egyebek között az is, hogy nap mint nap újabb rengéseket regisztrálnak a környéken. Alig 4 nap leforgása alatt 49 földmozgás volt Törökország középső részén. Szerbia lakosai osztoznak a szíriai lakosok fájdalmában, akik legkedvesebb hozzátartozóikat veszítették el ebben a hatalmas tragédiában. Ezt írta Alekszandar Vučić a belgrádi szíriai nagykövetség gyászkönyvébe. A szerb köztársasági elnök reményének adott hangot, hogy a túlélők erőt találnak az új kezdethez. Szíria belgrádi nagykövete a szerbiai RTV-nek nyilatkozva elmondta, hogy sokan nyilvánítanak részvétet a külképviseleteken és adományokat is átadnak. Földrengés volt Romániában, amelyet Szerbiában és Magyarországon is lehetett érezni. A Román Földtani Intézet jelentése szerint 17 óra előtt pár perccel volt a földmozgás. Az erőssége a Richter skála szerinti 5,2-es volt. A szerbiai RTV azt írja, Horvátországban pedig egy 4-es erősségű földrengés volt.
Ismét teljes pompájában tündököl az adai Szentháromság templom. Az elmúlt 14 hónap alatt a templom teljes belsejét restaurálták, és az egész tetőszerkezetet is felújították. A munkálatok Magyarország kormánya, Adaközség önkormányzata, valamint a hívek támogatásából valósulhattak meg. Szentmisén mondtak hálát az egybegyűltek az adai római katolikus templom megújulásáért. Közöttük Lehóczky László is, aki gyermekkora óta folyamatosan részt vesz a plébánia munkájában. Rendkívül örül annak, hogy gyermekei is immáron teljességében megismerhetik a Szent Háromság templomot. Gyerekkorom óta járok ide templomba, meg hát nagyon sokat jelent ez a felújítás. Mert valójában nem emlékszek, hogy ilyen nagy szabású javítást végeztek volna a templomon, mint ami most következett be. De hát ez nagy örömet okoz nekem is, a családomnak is, meg szerintem az egész az adai hitközségnek is. Az adai Szentháromság templom legutóbb több mint 50 évvel ezelőtt volt felújítva. Kisebb tatarozási munkálatok zajlottak ugyan, de az idő vasfoga nyomot hagyott a templomon. A vakolat sok helyen sérült, emiatt a freskók is megrongálódtak. A restaurálási munkálatok a meglévő régi képek alapján történtek meg. Kezdtük a templom belső felújítását a kis oldalhajóknak a festészetével. Időközben a villanyhálózat, pontosabban az égőtesteknek a cseréjére került sor. Majd folytatódott az orgona, illetve a hajóknak a felújítása, restaurálása. Odáig, hogy tavaly még a nyár folyamán a templom tető és teljes egészében fel lett újítva. Az egyházi méltóságok részvételével celebrált Szentmisén az adai Szentháromság gyermekkórus szolgáltatta a liturgikus énekeket. Fazekas Ferenc egyházmegyei kormányzó elmondta, a Vajdaságban zajló templomfelújítások elengedhetetlen részei annak, hogy múltunk emlékeit a jövő generációja is megismerhesse, a jelen pedig megbecsülje. A Jóisten jelenlétének kiváltságos helyei a templomok. Igaz, a Jóisten mindenütt ott van, a természetben, embertársainkban, mindenkiben, ahol szeretet van, de mégis az ember vágyik mindig egy olyan helyet találni, ahol békében kiöntheti a lelkét, hálát adhat a Jóistennek. Az adai Szentháromság templom teljes felújításának munkálatai több mint 150 ezer euróba kerültek. A magyar kormány, a helyi önkormányzat és a hívek támogatásából tudták megvalósítani a munkát. A vártnál jobb évet zártak a méhészek 2022-ben, hiszen az előző évekhez képest sokkal több méz lett, viszont a nagybani felvásárlási árak igen nagy gondot okoznak. A termelők többsége így alig tudja értékesíteni, sokan a piacokon árulnak. Szerbiában megközelítőleg 1 millió méhkas van, ami 44%-kal több, mint 10 évvel ezelőtt. Több helyen is megtalálható a méz a magyar kanizsai piacon. A méhészek itt árulják a tavalyi mézet. Nagy a választék, de ennek ellenére gyenge a vásárlóerő. Csubrilló Zoltán méhész és a helyi méhész egyesület elnökségi tagja elmondta, volt olyan nap, amikor közel 20 kg mézet is tudott értékesíteni. Elmondása szerint most a kínálatból is látszik, hogy tavaly sokkal több mézet sikerült pörgetni, mint az előző években. A tavalyi év egy jó, erős, közepes évnek mondanám, így az 5 éves tapasztalatból, de a szárazság az persze kihatott a késő nyári méztermésre. Szerencsés esetünk volt május 20-án, mikor volt egy enyhe kis eső, ez miatt talán akácméz is több termett. A termelő kiemelte, a tavalyi év eleje jól indult, de az időjárási viszontagságok miatt sajnos kevesebb lett a méz. Ebből kifolyólag a méhészek is kisebb léptekkel tudnak csak fejlődni. Kordován Miklós évtizedek óta foglalkozik méhészettel, mint mondja, sosem pályázott. Bejegyzett termelőként csak a méhcsaládok után kapott és kap 800 dinárt, ami kevés segítség. Szerinte a méz felvásárlási árának stabilizálása lenne a legjobb megoldás, és annak behozatalának megszüntetése. Egyébként a piacon 800 és 1300 dinár között kapható egy üveg méz, míg a nagybani felvásárlási ár ettől sokkal olcsóbb.
az ősze a virágméz, az volt 3 euró, most adnak 2,20-at, 2,10-et, még kevesebbet érte. Úgyhogy nem, leverték a mézárát, és ezek a, ami van építve, a Szerbia Mézszövetség építettek egy csomagolót Racsán lent, ott is egyszerűen nem veszik. De csak veszik az akászot, semmi mást. A teljes mézexport 2022 első 10 hónapjában 23%-kal volt alacsonyabb, mint az előző évben. A méz elsősorban Olaszországba, Norvégiába és Németországba lett exportálva, míg a legtöbb mézet Moldovából, Ukrajnából és Új-Zélandról importálta Szerbia. Távozott az élők sorából Breda Kalev, az operaénekes 93. életévében hunyt el. A művész a 20. század második felének legnagyobb énekeseivel is fellépett. Többek között Placido Domingóval, Luciano Pavarottival és José Carreras-szal is énekelt. Breda Kalev karrierje során 61 főszerepet játszott el, 710 előadásban szerepelt Belgrádban és 242 vendégszereplése volt. Breda Kalev 1930-ban született Belgrád Dorcsol városnegyedében. Az egyik legrégebbi zsidó családból származott, amely Spanyolországból érkezett Belgrádba. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó második felében. Folytatódik az orosz-ukrán háború. A Kansas City Chiefs nyerte a profi amerikai futballliga nagy döntőjét. Folytatták a hétvégén az orosz erők a keleti városok intenzív bombázását, köztük az ukrán Bahmutot. A város eleste utat nyitna az orosz erőknek nagyobb kelet-ukrajnai városok, például Kramatorszk és Szlovjanszk felé. A hétvégi bombázást követően a Moszkvai Védelmi Minisztérium szóvivője közleményében arról számolt be, hogy Donyeck térségben egy nap alatt több mint 250 ukrán katonát, 12 haditechnikai eszközt, valamint egy tüzérségi raktárt számoltak fel. Moszkva már elfoglalta a városba vezető mindkét főutat, így az ukrán védők számára csupán egy vékony utánpótlási vonal maradt meg. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök esti beszédében elismerését fejezte ki az ukrán energetikai dolgozóknak, akik az ország infrastruktúráját ért újabb támadások ellenére próbálják melegen tartani az országot. Topolya községbeli és óbecsei népdalkórusok és zenekarok vettek részt a topolyai farsangi népzenei találkozón. Bemutatkozási lehetőség, szakmai tapasztalatcsere és természetesen szórakozás jellemezte az egész estés összejövetelt. Magyar népdaloktól volt hangos a Topolyai Színház terem vasárnap este. A népdalkörök vidám dalcsokrokkal érkeztek a farsangi népzenei találkozóra. A problémákat, az adódó lehetőségeket mindig ilyen alkalommal tudjuk megbeszélni. És hát persze egy nagyon jó szórakozás, aki szereti a népdalokat, aki szeret énekelni, az nagyon szívesen részt vesz egy népzenei találkozón. Nekem az a kedvenc részem, amikor mindenki együtt énekel, mert az annyira jó hang és annyira élvezhető dolog, hogy az ember biztos, hogy feltöltődik. A Pacséri Magyar Dalkör ezúttal a kedvenc népdalaival érkezett erre a farsangi találkozóra. Még nagyon az év elején vagyunk, és hát mondhatom azt is, hogy ez olyan bemelegítő föllépés, hiszen úgy tudom, hogy az idén az első nagyobb ilyen népzenei találkozó ez. Pacsér, Bácskosutfalva, Bajsa, Zentagunaras, Gunaras, Óbecse, Topolya kórusai és zenekarai vajdasági dalokkal érkeztek. A temerini Szabó András hangszerszólista pedig Furuján és Dudán alföldi és gyimesi dallamokat játszott. A
Hát azért találtuk ki, hogy a farsang időszakban legyen, mert ugye ez az időszak az, amikor mulatságok vannak, amikor lakodalmak vannak, amikor a legtöbbet lehet duhajkodni tulajdonképpen, és akkor úgy gondoltuk, hogy a közös éneklésnek is ez a farsang időszak egy jó alkalom. A kórusok bemutatkozása után közös énekléssel ért véget a farsangi népzenei találkozó. Farsangi mulatsággal űzték el a telet a bácskosutfalvi gyerekek. A Fiatal Családok Klubjának animátorai jelmezes játszóházat szerveztek számukra, ahol a fánkevés és a kiszebáb elégetése maradt el. Vidám hangulatban, tánccal, játékokkal, maszkkészítéssel telt a vasárnap délután a bácskosutfalvi EHO gyermek és ifjúsági központban. A jelmezversenyre a kicsik és a nagyobbak is egyaránt készültek. Jó érzem magam, pantomimnak öltöztem. Hát otthon festékkel festettük be az arcomat, meg a mintákat is tettük rá. Otthon csak egy sapkából, meg egy ruhát ráfestettük, csíkokat. Az anyukámmal válogattuk a jelmezt, én az éjszaka királynőjének öltöztem, és igazából minden sötétet és fehéret összeválogattunk, és úgy lett meg a jelmez. A gyerekekkel animátorok foglalkoztak, a művelődési központ szorgos asszonyainak köszönve pedig 200 fánkkal vendégelték meg a több mint 80 farsangolót. Ez a vidámságnak, meg a játéknak az ideje, a farsangi időszak. A gyerekekkel szeretnénk megismertetni, illetve hogy hát tanulják azt, hogy ez az időszak miről szólt. Egy jelmezverseny keretében, játékkal, kézműves foglalkozással, kis farsangi fánkkal kedveskedtünk nekik, illetve ezt a programot állítottuk itt nekik össze. A legkreatívabb jelmezeket ajándékokkal jutalmazták, a tél előzésére pedig az udvaron kiszebávot égettek hangos tavaszváró ritmusokkal. Tortadíszítő versenyt szerveztek gyerekek számára Csantavéren. Különféle ízek, színek, dekorációk és kreativitás, erről szólt az idén először megrendezett gasztronómiai verseny a településen. Az eseményen 35 gyermek mutatta be kreatív munkáit szüleik és 5 tagú zsűri jelenlétében. Percipán állat és mesefigurákkal, virágokkal és még sok más díszítő elemmel dekorálták a gyerekek a tortájukat a csantavéri tortadíszítő versenyen. Azért szeretnék részt venni a versenyen, mert szeretek alkotni, és a tortából lesz egy nagy bálna. Csordás Kingától sem áll távol a torta készítés, ugyanis nagymamájával állandó közös programjuk a házi cukrászkodás. A mamám adott olyan tanácsokat, hogy lassan nyomjam, türelmesen, meg hogyha fáradt vagyok, akkor pihenjek. Nagyon jó tanácsokat ad a mama, és hasznát is veszem. Meséld el, hogy hogyan fog kinézni a te tortád a versenyen. Hát úgy fog kinézni, hogy 4 sarkára diót teszek, akkor még teszek a széli, még így a diók mellé egy-egy virágot. A versenyen a gyermekek szülei is jelen voltak, akik büszkén figyelték a fiatalokat a díszítés közben. Én nagyon örülök neki, hogy ilyen rendezvényt megszerveztek, mivel már végre nem csak a telefon, nem csak a tévé, hanem van egy kis kreativitás, egy kis olyan dolog, amit ők maguk csinálnak, és aminek örülhetnek. Én ezt nagyon-nagyon szeretem, mink is, ha időnk engedi, otthon szoktunk akár mézes kalácsot, akár különféle süteményeket készíteni. Vér János pályafutás alatt számtalan gasztronómiai versenyen részt vett, mégis úgy véli, a gyermekek újra és újra meglepetést tudnak okozni munkájukkal.
Megmondom őszintén, nagyon meglepődtem. Annyira ügyesek, ugye ők a marcipán gyurmának nézik, és olyan ügyes, szép dolgokat csinálnak, hogy biztos, hogy szép tortákat fognak csinálni. Meg én annak örülök legjobban, hogy ez a délután nem a számítógépi meg a telefoné lesz, hanem itt lekötik magukat. A csontavéri Takács Gáspár közösségi teremben megrendezett verseny jó hangulatban, közösségépítő jelleggel zajlott. A gyerekek ötletes és kreatív munkájáért aranyérmet és elismerő oklevelet kaptak. A 24. alkalommal hirdette ki és jutalmazta meg az év szabadkai és országos edzőit a UEQR TV. Boris Arsics, a Spartakus női labdarúgó klub első embere, immár 5. alkalommal érdemelte ki a hízelgő címet. Rajta kívül a Spartakus férfi röplabda csapatának edzője Ivica Jevtić, valamint a Spartakus női ifjúsági szertorna csapatának első embere is megkapta a kitüntetést. Az országos rangú edzők közül Világos Gyöngyi és Dragutin Topics gerelyhajító edzők részesültek elismerésben, mindketten saját lányaik pályáját egyengetik sikeresen. Nagyon széles körűek az edzések nálunk, egy részben az erőnlétre is fektetjük a hangsúlyt, valamint nagyon fontos a gerelyhajítás és annak a technikája is. Hát a drönet nem nagyon kell motiválni, ő magát is eléggé motiválja, nagyon fontos neki, hogy jó eredményt elérjen. Talán ő még saját magát jobban hajtja, mint ahogy én hajtanám őt. A Kansas City Chiefs nyerte a profi amerikai futballliga nagy döntőjét, az 57. Super Bowl-t. Az arizonai Glendale-ben rendezett vasárnapi összecsapáson a Chiefs 38-35-re győzte le a Philadelphia Eagles együttesét. A Chiefs 1970 és 2020 után harmadszor diadalmaskodott. Eddig tartott a híradó, érkeznek még egyszer a nap kiemelt hírei röviden. Az illegális bevándorlók okozta vajdasági helyzet is szóba került a biztonsági tanács mai ülésén. Nem adják fel a reményt a török-szír földrengés túlélői után kutató mentőegységek. Ismét teljes pompájában tündököl az adai Szent Háromság templom. A vártnál jobb évet zártak a méhészek 2022-ben. Köszönjük, hogy velünk tartottak, még több hír várja önöket a pannonrtv.com-on. További szép estét kívánunk, a viszontlátásra!